Na is érkezek a harmadik pályával, egy nagyon rövidke kis szünetet követően. Nem sikerült kettő pálya alatt lezárnia egyik csapatnak sem, ugye az Ancientot, a saját pályaválasztását megnyerte végül a Mongolz. Azt lehet mondani, hogy aránylag maga biztosan, viszont az egy szorosabbra sikeredett map. Anubison pedig, hát a Spirit hozta azt a kötelezőt, amit őszintén szólva vártunk, mert 13-4-re sikerült végül a Mongolzt maguk mögött hagyni. Úgyhogy itt nyugon fog eldőlni minden, ahol hát Zsombor azt tippelte, hogy a Spirit azért esélyesebb. Én bízok azért itt a Mongolz 2-1-ben, de meglátjuk majd, hogy mi lesz itt a mesek a képe. A Mongolz kezd majd CT oldalon, ez mindig ilyen kétélű kard jelen, tehát ez nagyon jót is, meg nagyon rosszat is, biztos egyelőre ez egy csodálatos kezdés, és lehet akár ebből kettőt is elhúzni. A Senzu fogja majd cserébe megtenni, Techno még mindig ott van egyébként. Uff! Hát tetején Chopper elhullik füstön keresztül, és pillanatok alatt Magix, illetve Shiro csak keresi a társakat. Most már Magix csak. Az a durva, hogy Senzu ebben az egy körben annyit lőtt, mint Anubis 12. körig? Nagyjából valami ilyesmi rémlik, de lehet, hogy egy kicsit rossz májú vagyok. A lényeg, hogy jól kezd Senzu, és lehet, hogy pont erre van szükség egyébként a csapatnak, hogy egy kicsit azok a játékosok, akik az előző pályán úgy elvesztek, vagy nem tudtak ott lenni a szeren annyira, azok most vissza tudjanak kapaszkodni. Hát kapaszkodás, akkor itt majd Magixnek kell vagy felugrálva felkapaszkodni a toronyba, vagy a létrán keresztül felkapaszkodni a toronyba, ugye? Egyelőre a kinti utat választja. MZ-nyóval futhat itt össze. Glock az hát alapvetően neki adna előny, de MZ-nyó kiválóan táncikál, és csak olyan kemény fejest oszt, mint Senzu korábban a kör során, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon sima, nagyon-nagyon magabiztos körgyőzelem a The Mongolztól. Kb. Erre is volt szükségük, szerintem egy jó start, az most mindenképpen kell a számukra, hogy picit vissza tudjanak jönni Anubis után ebbe a BO3-as összecsapásba. A kérdés az az, hogy a Spiritet meg mikor kezdik el ezek a szituációk nyomasztani, mert hogy ezt azért beszéltük Anubison is, hogy hiába a nagy körkülönbség, ami kialakult a csapatok között. Ugye Anubison, ennek ellenére azért nem egyszer lehetett azt látni, hogy idegeskedés van a Team Spirit oldalán egy-egy bukott kör után. Na igen. Itt most szerintem még ez most egy pisztolykör alatt ez... szerintem nem fog eldőlni, még ebben a körben sem teljes mértékben, tehát most Echo van, de a Spirit is arra számít, hogy semmi investálás nincs, még Dongnál se egy Dezi, pedig azt azért elég sűrűn szoktuk látni. Itt egyszerűen csak lesznek valószínűleg darálva, esetleg egy-egy fegyvert elhúznak, de a másik oldalon meg azért eléggé bekuckoztak is szettügyileg. Mit csinál? Uram? Nem tudom, abban bízik, hogy esetleg valakit ezzel be tud vonzani lobbiba, vagy csak kis feszültséglevetetés, vagy... Én nem tudom, de nem ott tudom. Elég komoly tánc volt ez. Tehát... Igen, nem semmi. Senzu. A tag van meg. Na szóval, hogy másik oldalon meg így a fegyverek tekintetében eléggé bekuckózott így 5M4. Tehát, hogy így ők nem bízták a véletlenre ezeket a dolgokat. Úgyhogy egyszerűen csak mondom, le kell darálni az M4-esekkel. Az Echo trámpára fognak majd megindulni lassacskán. MZ-nyónak ez eléggé egy... hát nem lesz egy freges prozi, mert itt van 9-10, viszont jók a fejelések. A 9-nek ki fog fogyni, de ha vissza tud ugrálni, akkor ez nem jelent majd problémát. Márpedig vissza tudott ugrálni, kényelmesen ő is. 3 frag, ő és az M4-ből neki is nagyon kellenek az ilyen kis confidence boost fregek. Anubison ő sem remekelt, de egyelőre nagyon nőszik, hogy mind Senzu, mind pedig 9-10 remekül kezd. Hát jönni fog az első fegyveres kör, és azért ez sok mindenről fog majd árulkodni. Egyrészt arról, hogy most a spiritesek mennyire tudnak egyéni erőben megérkezni erre a pályára, mennyire tudnak ideje korán megérkezni, illetve azért arról is, hogy az elmúlt két kör az a pisztolykör randomságán múlt, illetve nyilván utána egy anti-echo körről volt szó, vagy pedig azért itt továbbra is fegyveres körökben majd bőségesen lehet számítani a jó spirites playekre. Kisvártatva kiderül, kinti füstökkel terelés, 3 füstöt is elhasznál erre egyébként a Team Spirit csapata. Pedig látjuk azt, hogy valójában megtartják az erőforrásaikat, vagy legalábbis egy részét az erőforrásaiknak. Itt az Assight MZ-nyó duplázni tud, egy remek push az, ami elveti az élét ennek a támadásnak. És MZ-nyó ráadásul ki is tud táncolni valahogy, ráadásul ugye sikerült egy freget összeszedni a Senzunak is, Csati elől.
Úgyhogy amúgy, ha a The Mongols most egy kicsit megül így, és vár a következő lépésre Zontix-tól és Dong-tól, akkor probléma nagyon nem történhet. Nem várnak annyit, de így sem történik probléma, és hát remekül sejtik, és olvassák, hogy Dong utolsó életben lévő játékosként merre helyezkedett el. Úgyhogy el is lépnek előle. 1v3-at kellene az orosz fiatalnak hoznia. 30 másodperc az órán egyetlen egy flash áll rendelkezésére, és most, hogy odébb lépegetett, hát a helyzet az, hogy az infókat is egy picit elvesztette. Szenzó a fejét. De aztán Dong is. Stabil lövés. Itt Blitztől. Azért látszik az, hogy mekkora tisztelettel kezelek itt Dongot. Tehát, hogy itt... Zontix élt. Oké, megpróbálták ott MZ-nyót kihozni. Csati, nem is MZ-nyó volt, nem tudom ki volt a Csati mellett. Megpróbálták őt kihozni. Oké, akkor ott píkelünk, és akkor Dong 1v3, oké, futunk. Tehát, hogy itt konkrétan beül mindenki passzívra. És így volt a jó. Igen, itt Senzu píkelt, és ki tudta hozni a társát, Blitz volt akkor, az volt valószínűleg. Rossz síró. Csúnya síró. Itt a dobja Harry Potterbe, nem? Igen. Csak, na, csak síró ne kezdjen el fejelgetni egy lámpát. Igen. Meg ne vasalja ki a kezét. Meg ne vigyen tortát az admin fölé. Igen. Jó. Oké. Olyan, van olyan szőke hosszú hajú, mint itt Lucius Malfoy megmutatja neki Siro, hogy Siro végre szabad. Jézus Mária. Na jó. Egy hiba 9-10-től, és nagyon sokáig ott hagyja magát, annak ellenére, hogy mindjárt futnak rá a Tech Nine-ok. Így jó lehet egyébként a bait MZ-nyónak, de úgy, mintha számítanának erre a spirites játékosok. Oho, orróvá válik a talaj. Hát a dupla az nem rossz, de így most adott egy AK-t MZ-nyó, úgyhogy azért ez a lehetett volna jobb is kategória. Chopper pedig itt van. Na ez most 9-10-nek jó szórakozást kívánunk. Nagyon szépen csinálja a spirit ezt a kört. Megmondom őszintén, egy kicsit le is maradtam róla. Csatiból jött le egyébként Chopper? Valószínűleg, nem? Valószínűleg, igen. Jó, ott megvan egy frag. Aha. Eléggé jó crossfire van kiépítve ehhez. Tehát, hogy a ablakból Dong bármikor tud píkelni. És még egy játékos meg kellene találni ehhez. Ami meg is történik, csak egyszerűen abban a pillanatban jön a trade. Ott egy picivel, hogyha mélyebben kipíkel, akkor tegnap könnyebb dolga lett volna, mert így a spraynek az egyik fele, az belement ott a falnak a sarkába. Ezért volt ennyire nehéz az a frag. Márpedig, hogyha az megvan, szerintem Dongról így nagyjából tudták az információt, hogy merre van. De ennek ellenére tényleg egy gyönyörűen összerakott kör. Tehát igen. Itt hiába az MZ-nyó dupla, viszont az egy szép fej, akkor pedig itt levárta teljesen csak az érkező Senzút. Mert ennek nagyon két irányba kellett figyelni, ez egy nehéz lövés volt Dongra, aki jó ütemben még meg is fordul. Itt a timingokon is egyébként azért azt lehet mondani, hogy sok múlott. Hát igen. És hát látod, milyen igazságtalan néha az élet. Három kört nyersz, aztán egyet buksz és ekózol. Vagy hát kb. Ekózol, nyilván ez egy force kör, de hát itt azért két upgraded pisztoly, két MP9, egy M4 nyúkon át, ez nem az a set, amivel igazából úgy szívesen vágsz bele a következő körödbe. Gránátokból is viszonylag gyengén áll a The Mongols csapata. Magix. Hogy? Így szoktak kezdődni a váratlan forgatókönyvek. Én egy heavenbe visszaboost, ezt egész biztosan vágja Zontix egyébként. Mondjuk ez persze nem jelent semmit önmagában, igazából csak annyi, hogy jó eséllyel ki kell kerülni a rámpát a spiriteseknek. Emiatt indulnak meg kintint, ugye ott eleve ha van egy rámpavédő, meg még egy player tud rotálgatni heavenből rámpára, akkor azt ott jobb általában kikerülni. Nagyjából ezt is fogja tenni egyébként itt a Spirit csapata. Öltözőfüst, nyugatfüst, mit rontottak el? Valamit elrontottak. Nincs öltözőfüst. Nincs öltözőfüst. De átjönnek a nyugatfüstön cserébe. Na, ez viszont érdekes lesz, mert hogy kifele megy a fókusz. Hát, hogy direkt rontották el a füstet, az mondjuk 10.000 IQ lenne. Jézus. Hát, 10.000 IQ ide vagy oda. Egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy a Spirit bele fog bukni ebbe a körbe. Siro az egyedüli, aki megel egyet hózumban. Micsoda? Az mondjuk egy szép flick volt, de kevés. Ez így kevés. Jó, hogy nem ő mellette senki, mert most Magix mellettől ráhúzza az üveger padjára is ezt a flicket. Jézus. De igazad van. Szép lövés sajnos, csak kevés. Szép védelem a Mongolosztól. Tehát, hogy én azért sérem bennük, hogy nagyon jól reagálnak egy-egy szituációra. Tehát abban a pillanatban, ahogy megindult itt a nyugatból való betámadás,
Látod, Peklot, azonnal elkezdett területet szerezni, látod, hogy nem fog érkezni senki hátból, területet kell szerezni nyilvánvalóan. Rotarinkban le is tudta lőni Choppert, és azonnal jött Heavenből a Peak nyugatra, ahonnan meg már megvolt az információ, oké, bejöttek, jó, egy freget be tudok gyűjteni, visszazártam, és már a társak megoldják, mert rajtam van a fókusz. Gyönyörűen csinálja ezt a Mongolz, ezeket a mini bait and switch setupokat, amiket nem is feltétlen mindig tudatosan dolgoznak ki, de ennek ellenére azt látom, hogy azért vágják ezt a pályát, és most a Spiritnek kell egy kicsit teperni, mert itt nyúk azért a C2-ben jelenleg én azt gondolom, hogy támadható, és nem annyira, hogy egy kör tud rajta begyűjteni. És megint a Tech Nine-ok lehetnek azok, amik aztán végül lesújtanak, meg Donknak a kalája. Hát jó, két híró AK igazából, és... De miért? De mi történik? Hát hogy lehet toronyból hármat fregelni úgy, hogy igazából fix info van mindkét játékosról? Nem értem teljesen. Mindegy, Chopper egyébként itt jól csinálja, amit csinál, el fogja lépni a lentit és le fogja vonzani a tekinteteket. A kérdés az, hogy ennek mennyire dől be a The Mongols. Mert hogy amúgy Shirót láthatjuk, hogy a bombával itt kempingezik árakó előtt. Hát kénytelenek megosztani amúgy a figyel... aha. Az lebukott, csak Shirónak kellene most játszani. Nem tudom, hogy Chopper látta amúgy, hogy Nine-ten látta? Lehet, hogy ezért nem akart visszamenni. Viszont jó lehet, mert itt meg Shirót hallják. És erre Shiro nem fog számítani. Wow. Ez így megint egy nagyon szép reakció Zinyó égtől. Tehát, hogy itt nem tolták túl. Hallották, hogy ha lent lenne a bomba, akkor már plantolták volna. Szépen csak kivárnak és megpróbálják a choke pointokat elszorítani. Ami igazából Heaven meg rampa volt. Tehát, hogy itt ez egy gyönyörű play megint. Chopper, mondjuk ebből még lehet alkotni bőven, 35 másodperc. Bombát kellene valahogy fölkapni. Nine-ten jön előre, és nem tolja. Ez az ember nem normális. Okay. Ki csinál ilyet? Ezt tudod mi? Erre szokott leszkívülteni a Face It 5 stack-ek, hogy de mit csinál ez az őrült? Ez konkrétan ez. Ez teljesen. Hát unorthodox megmozdulás az egészen biztos, és hát igen, tehát hogy ez tipikusan az a move, ami hogyha így bejön és beadja a shot, akkor nagyon jó. Egyébként meg hogyha misszelsz, akkor pedig utána szétvered az asztalt konkrétan, mert... Igen. Így? Igen. Egyébként lesz ki apró volt, ahogy ez igaz, egy így történik. Hát, de tényleg, tehát, hogy így most így minden viccet félretével, tehát ilyet nem csinál ember konkrétan, hogy... Oké, ki lett molózva, nyilván ott volt a bomba, tehát Chopper föl tudtam volna szedni, és volt még ideje, de ember nem csinál ilyet. Tekintve, hogy ugye, ha átfutod a molót, akkor hallja az ellenfél, hogy... Ez szerintem egy kicsit a mentális hadviseléshez is hozzátartozik. Tehát tudod, amikor ennyire pofátlan vagy, és ennyire mindent megengedsz magadnak, akkor tényleg ez van utána, hogy még egy Chopper kaliberű, 30 év rutinnal rendelkező játékos is veri az asztalt. Annyira tényleg unexpected és az igen, egész, pont ez az, hogy még működik is. Tehát, hogy ez a legrosszabb az egészben, még működik is, és megcsinálják egy ilyet ellened, ugyanez. Tehát, hogy nem csak lesz kireagál egy mindenki. Tehát én is ketté törném az asztalt. Oh-oh. Hát itt lehet, hogy Techno is ketté fogja. Ez egy frag, ez kevés, ez nagyon-nagyon zsenge, és két lejáratot bukott ezzel egyébként el a The Mongols csapattal. Lehet tartani a csatit, megvan ugye az exit is. Mi a következő lépés? Ez itt a nagy kérdés. Shiro egyébként jó pozícióban lehet ezzel a megtízessel. Spirit pedig nem siet blitz. Észrevette. Ott bizony kilógott egy vállacska. Kicsit nehezen jön az a kill. Kifogy az M4. És Nine-ten pedig lemarad a killekről. Nagy szerencs, hogy Senzu el tudja kapni Shirót. Ha ott másképp alakul az a párharc, akkor bajban van. A The Mongols így viszont a hatodik körüket nyerik meg. Tényleg nem volt. Meg megint a reakciót dicsérném, tehát MZ8 elég hamar érkezett már hátba. De igen, ott az a Shiro frag volt az, ami megmentette itt tulajdonképpen a kört. Hát 6-1. És bárhogy nézem, azért beszéltünk erről, hogy itt ez a nyúk, ez ténylegesen azért egy támadhatónak tűnő pálya. Nehéz nyilván egyértelműen, de hát nem véletlen marad bent itt harmadik mapnak. Én a Spirittől többet várok, de... Itt az a probléma, hogy még hogyha jól is játszik a CT oldalon, tehát föltesszük azt, hogy oké, erősek CT oldalon és erősebbek CT oldalon, akkor lehet erre építeni, de ha nincs megalapozva egy jó támadó oldal, akkor nem tudsz vele mit csinálni. Ez pont olyan, mint egyébként Csuliba, hogy hiába akarsz második félben jó bizonyítvány, hogyha az elsőben mindenből kettes vagy, akkor nem lesz belőle ötös, mert nincs megalapozva. Ez nagyjából így működik egyébként, és hogy az első félben nem alapozod meg a köreidet, akkor nincs hibázásra lehetőséged a másodikban. Hát, igen.
És nagyon, tehát ugye ez történt ugye az előző pályán is a The Mongolzzal, előtte talán a Spirit volt inkább ebben a cipőben, most viszont nagyon úgy néz ki, hogy egyre inkább mennek afelé a forgatókönyv felé, amit ők a pozitív oldalról tudtak megközelíteni. Anubis a Zontix. Megnéztem volna, hogy MZinho megfordul és Tarkon fejeli kétszer, ugye? De na majd Nintendonkot. Hát nem is tudom, hogy mi a nagyobb veszteség, hogy most ott a rámpavédő elesett, vagy hogy Donk kiesett a körből. Mondjuk Zontix nagyon szépen húzza magával a csapatot, tovább Techno lebukott, vissza kell mennie, ezt bemelgeti a falat. Miért ennyire pimasz? Nem sejti, hogy ott vannak legalább ketten előtte, most már talán tudja. Zontix pedig jön tovább toronyra. Ó, hát na ezt, aki olvassa, az nem a The Mongols lesz. Az a csinálj valamit. Igen. Tenzi, illetve Ninten, 2v4-ben, nincs lehetőségét megpróbálásra. Ninten mondjuk még azért házhoz jön, hogy odaadja az AWP-t esetleg az ellenfélnek. Nyilván szévelni szeretne, Giro nem fog píkelni, úgyhogy eddig meg van mentve még itt a mongol AWP-s. El kell futni T-kezdőre, és valószínűleg Senzu is társulni fog majd mellé, úgyhogy itt szépen lehet két emberrel majd megvédeni a fegyvereket. Sőt, ez amúgy egy jó play, hogy a Senzu itt marad. Mert Ninten-re fognak szegeződni a tekintetek, hogyha mondjuk őt spotolják az AWP-vel, és akkor meg hátba lehet lőni a játékosokat, és hát nincsenek azért sok pénz, nincs sok pénz, hát raktak most bombát, de ettől független pénzügyileg elég rossz helyzetben vannak. Ninten hibázik egyet, Senzunak most kell aktiválódnia, Ninten pedig kizárja teljes mértékben saját magát, Senzu! Majdnem minden fegyvert elvesz, egy darab maradt meg, és ez egy nagyon okos play volt. Egy picit féltem, hogy az lesz a vége, hogy nem tudom, mondjuk úgy Senzura jobban elkezdenek mert nem is az, hogy számítani, ellövi magát és aztán ráfordulnak és lecsapzik annyira, hogy a bomba meg aztán elvigye őt. És annyira ugye a The Mongolsnak sincsen pénze arra, hogy most elveszítsék a fegyvereket, így viszont tényleg nagyon jól jött ki a lépés, hogy mindkét fegyvert ki tudták hozni, ezzel még van egy utolsó vásárlás, idézőjelesen utolsó vásárlás, hogy nyilván lesz még vásárlás a körben mindkét csapattól. De gyorsan jön az A, és itt vége. Zontix és Magix, akik hatalmasakat játszanak most itt az elmúlt körökben. Hopp, Magix. Most annyira ez mégse volt már hatalmas, itt az MP9 túl nagy falat volt a long range-en sajnos. Chopper is nullozódik menet közben, vagy hát feleződik. Amúgy ez egy elég fair küzdelem lehet itt a végére, már attól eltekintve, hogy ez a nyugat füst az borzasztó sokáig tart, mert szerintem van még egy füstje, meg még egy füstje, meg még egy füstje a Spiritnek, ugye? Mert hogy volt. És mind a három CT nyugatból érkezne visszafoglalásra, kicsit érdekes és kicsit nehezítheti a dolgot. Elég nagy a crossfire. Itt talán az a nagyobb probléma. Itt egymás kontaktjára végig tudnak csak kikelgetni. Mondjuk itt, hogy Blitz 2-t húz, így azért elég lehetetlenek tűnő szituációt oldhatna meg. Siró viszont egy frag után azonnal vissza tud zárni, és ennek sietnie kell. Megvan a nózunk, csak nem lesz idő egyszerűen. Ez csak a füstörnek köszönhető, hogy ennyire későn tudtak megérkezni, viszont a hozhatatlan szituációból Blitz majdnem alkotott egy hozható kört. Mind azért, mert amúgy megint egy kis Spirit hiba. Tehát, hogy ott azért a hátba a játékos azért illik előni. Hát, ja. Meg itt is egyébként az, hogy Magix gyakorlatilag vereséget szenvedett. Oké, ketten píkeltek rá, tehát nyilván valószínűleg pont a két játékos közé lőtt. Legjobb eséllyel, de... Hát azért ott, na, MP9 ellen fegyver, vagy csatát veszteni abból a long range-ből, az elég érdekes. Újabb gyors elkör. Kicsit talán az az elf, hogy most már a 20-ra csak nem fog számítani a The Mongols, és mellette ugye nyilván itt a távolságok kihasználása a megtizekkel itt az egyszerűbb. És hát igazából, ja, erre szokták azt mondani, hogy addig jár a korsó a kútra, ameddig be nem vezetik a vízvezetéket. Jönnek ezek a... Nem így ismered? Pedig szerintem fixen így van. Én ezt így szép magyar nyelvtanosan úgy ismerem, hogy amíg el nem törik, de ez a vízvezeték, ez ilyen modernizált, gondolom. Tehát, hogy... Tudom, viccelek csak. Nem, arra akartam rávilágítani csak, hogy ez a... Az is lehet jó taktika, amikor szétjátszol egy kört konkrétan. Jó, nyilván itt is vannak apró változtatások, mert az első ilyen ápopjuk az ilyen nagyon beleálltunk a füstbe, set utility-kre bejöttünk, stb. Most az előző körös az egy kicsit egy nem tudom, ilyen rásszerűség volt, de inkább ajtó felől, és akkor most meg annyit változtattak, hogy most meg sárgából rohantak be, és ez már tényleg egy ilyen tényleges rás volt. De a lényeg az, hogy kör elején nem figyel a The Mongols az árakóra. Innentől kezdve majd el kell kezdeni azt, és figyeld meg, hogy a következő fegyver versus fegyver elleni kör valószínűleg valami kinti, vagy rámpa, vagy hasonló lesz, mert hogy most már muszáj lesz fókuszálni a The Mongols-as játékosoknak az árakóra sokkal jobban.
Hát az még nem biztos, hogy ebben a körben lesz. Négy dezi és ugye a kimentett famasz. Úgyhogy itt a következő körre akarnak építeni itt fegyvereket, de hát ez egyértelmű. Viszont ugye a Spiritnek megadatik a lehetőség, hogy el tudjanak hozni most még egy kört, amivel meg azt néztük, hogy 6-1 volt, és így 5 percen belül most már 6-5 lehet simán. Két ember is kiesik az egyik, ezek közül a famasz volt. Shiro letartja hátat az AWP-vel, ahova Techno píkelget. Viszont nem fogja túltolni, ennek ellenére mivel visszanéz, ezért Zontis meglövi most már a harmadik freget, aki egyébként az első pálya után nagyon is magára talált. Nájntem vajon átmegye ezen a nyugat füstön, lesz-e olyan pimasz? Most nem, nagyon úgy néz ki. Nájntem felvette azt a famaszt, azt egyébként ki lehetne menteni a következő körre, főleg úgy, hogy most már 1v5-ben maradt, csak hát a probléma igen, hogy nem biztos, hogy ki akarják majd engedni, nem is fogják, már a füstön hamarabb kitúrják. Megvan tehát a 6-ot, és az utolsó körben fog eldönni, hogy lesz egyáltalán a fél egy győzelem valamelyik oldalra, vagyis hát ilyen a mongol oldalra. Nem egyszerű a szituáció. Az a baj, én most azt érzem, hogy több a lehetősége a Spiritnek. Ugye az van, hogy ha nagyon szeretnék meghúzni a váratlant, mehetnek még egy ákört. Erre már tényleg, aki számít, az valamit tud. Emiatt oda kell sokkal jobban, tehát hogy mondjam, egy kicsit az lesz a The Mongolsnál szerintem, hogy tudják, hogy muszáj odaállniuk hárman a kör elején ára, de nyilván egy kicsit olyan fölöslegesnek is fogják ezt érezni. És tehát bármi történik most igazándiból, mivel a Spirit túl sok ugyanolyan kört tudott bevinni, ezért azt gondolom, hogy taktikai előnyük lesz akkor is, ha csinálják, akkor is, ha fékelik, meg akkor is, hogyha valamit tök más csinálnak vele. Igen, ez valóban így megy. Hát aztán meglátjuk. De rengeteg. Kinti füstök. Ja. De rengeteg. Ja. Kinti füstök 9-10. Ajaj. A dolgot nem sikerül lekapcsolni, fél HP-ra sikerült őt csak lelőni. És akkor blitzék, még akarják tolni sikeretet, ami egyébként nem lehet feltétlenül egy rossz play. Csak hát most ki lesznek molózva, úgyhogy ez lassítva lesz Dong, viszont itt a kinti füstök mögött egyszerűen csak be fog ugrálni exitbe, és csak le kell tartania. Elhelyeznek itt egy játékost, ez egy nagyon jó play lehet, és akkor a többiek pedig a map többi területét tudják egy kicsit tékelgetni, foglalgatni, meg előrébb nyomulni. Viszont ennek ellenére ez most egy jóval lassabb kör, mint amit eddig megszoktunk a Spirittől. Igen, és én szerintem ezzel egyébként el is dobták azt a taktikai előnyt, amit említettem itt a kör elején. Hát kíváncsi lettem volna, hogyha úgy a The Mongols nem áll bele, tehát a utility tekintetében értem, robbantgatják a füstöt, molózzák exitet, tehát hogyha egy kicsit nagyobb játékteret adnak, akkor mi lett volna a terv egyébként itt Spirit oldalról. Hát figyelj, most megvan az info, most nagyon-nagyon megvan az info, senki más exiten, kint innen látni senkit, ez vagy el, vagy rámpa, és nincs több opció. Ráadásul ott ez az ajtófüst még egy jó darabig. Úgyhogy ez ilyen nagyon utolsó pillanatos bemenetel lesz, ha ide, ha oda, kis terelés rámpára, és szerintem ending egyébként, mivel Chopper még nem mozdult el a pozíciójából innen tétetőről. Nagy valószínűséggel 25 másodperc, Senzu pedig itt van, Tedris meg a Techno pedig még ezt tudja lassítani majd egy molóval. Senzu beleég, úgyhogy ki kell mozogni teljesen mag, viszont nem érkezik meg az akció. 28 életben Magix, 68 HP majd, és mindig nem jönnek 14 másodperc, és vissza tudja túlni csak a füstöt, ahhoz Odis 2 HP-n éli túl valahogy. Itt nincs mese, itt egyszerűen csak be kell ugrani telibe egy Crossfire-be, ahol Enzinho 2-t lő, Senzu is beszáll a buliba, Shiro marad 1v3-ban, amiben még egyet el tud húzni, beérkezik a mongoloktól a lezárás, ezt a végletekig kivárták, és ez nem feltétlen volt így a legjobb lehetőség, úgyhogy nem lesz 6-6, de a minikám meg viszont sikeres volt valamilyen szinten a Spirit oldaláról. 2-5-ös félidei állással fogunk elfordulni a második félidőre, 1-2 perc múlva.
check, cause I'm feeling too much confidence on that heavyweight flex. I've been earning and working, everybody want this. I'm untouchable, stacked up, Greek God. I got that thunder and lightning energy rush. I've been winning and winning since the day I was made. Bet you wanna be like me. I'm always on top of the game. Ain't never gonna touch second place. Nah, 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 never, never. I'm always on top of the game. You know that I win, that I win, that I win, that I win. I was born to be bad, so go 100%. Cause all I do is win, and win, and win, and win. You already know. I got the world in my hands. I'm like a perfect diamond, I'm red. Cause all I do is win, and win, and win, and win. You already know. Utolsó félidő következik, legalábbis ami a játék rész, a rendes játék részt illeti. Rendes szót valamiért ki akartam, hogy van egy érzésem, hogy takarítani terveztem a hétvégén, és ez kezd gyanús lenni, hogy egy kis testem valamit nem akar csinálni, a rendes szót pont kihagyom a mondatokból. Na mindegy, nem baj. A lényeg, hogy 7-5-ös félidő, láttunk már ugyebár hasonlóakat igazából, de a lényeg, hogy a Mongols magának tudhatja az előnyt. Nem sokáig, Chopper, Shiro, Magix, Shiro, közben Szenzó és Emzinyó is fregelgetnek, de Dont pedig lezárja a kört. Borzasztó gyors átámadás, borzasztó gyors shutdown. Ez egy ilyen pisztolykör a play-by-play castereknek a rémálma, amikor erre mondj valamit, amikor azt látunk bárkire váltatok. És meghal három ember. Na igen, és akkor ilyenkor tudod, azonnal meghal három ember. És akkor már itt megkívülheted magad. Borzasztó jól olvasták a spiritesek ezt a szituációt. És azt szerintem, hogy Chopper egy ennyire vert helyzetből tudott fregelni teljesen vakon, Tetris mögül, azt szerintem megalapozta az egész kört. Mert hogyha ott ő instant elhullik, akkor nincs meg az a nyomás, és rá már nem kellett volna figyelni. Helyette lehetett volna háttetőre, vagy esetleg heavenre irányítani a figyelmeket. És akkor meg lehet, hogy több oldalra fokozódtak volna a tekintetek a Mongolz oldalról, meg lehet, hogy itt több freget eredményeznek nyilvánvalóan, ez nem történt meg. Kettő darab Dezi összesen investálva T oldalon ebbe a körbe, azon kívül egy Echo, amiről beszélünk, szóval a következőben mindenképpen érkezni fog egy vásárlás, tehát nyilvánvalóan itt Tonkék ezt szeretnék hamarabb rövidre zárni. Nem sok utility-e maradt egyébként a Spiritnek, azért nem is nagyon dobálnak, mert nem mondom, hogy nincs mit, de inkább várnak, hogy legyen hova, ez lenne fontos. Indul a rampa, offenzíva, két játékos itt egyébként, Emzinyó Donkot ki is tudja szedni a képből. Kontix viszont, de kemény, ez egy szép 4K volt tőle, az M4-et is el tudja hozni. Úgyhogy ez egy elég magabiztos kör volt most itt a Spirit csapatától. Most kellene a Mongolz oldalról is valami stabil kör. Sirulán ugye AVP azonnal, mert ugye beszéltél, hogy ezt azért preferálják, és ez nem csak ilyen egymapos dolog. 5 AK a másikon. Itt nyug támadó oldalon egyébként sokszor úgy érzem, hogy amúgy csak azért veszek AVP-t, hogy legyen mivel meccselni a másikat. De azon kívül meg, mivel lehet ilyen gyors rotákat játszani, meg gyorsabb popokat, ezért sokszor azt látom, hogy amúgy tökre preferálják ezt az 5 alkás megoldást, de hogyha az ellenfélre van egy AVP, akkor azt valamiben nyilván meccselni kell. Erre most erre nincs lehetőség ebben a körben, tehát ez 100%-ban igaz. Úgyhogy ezt most az alkákkal kell megtenni, cserébe van két MP9 CT oldalon, amiket meg úgymond range-ből könnyű megnyerni, vagy úgy járnak majd, mint Magix, és akkor nem nyerik meg. Sironak viszont mindenképpen itt fregelnie kell, és hogyha levájdolja ő Blitz, akkor ez egy kellemetlen lehet. Pontosan, de tudta. Pontosan. De tudta. De tudta tényleg.
Hát a házi feladatot elvégezte a Mongo, az úgy érzem. Tehát az a kis korcsolyázás, ami ment előtte, az nagyon úgy nézett ki, hogy pontosan tudja, hogy melyik ívre kell píkelnie, és hát nyilván meg is tudott úgy érkezni, hogy Shiro kb. Gombot nyomni sem tudott. Ebből ez történik Zontix-szal is, mert ez azt gondolom, hogy sokkal inkább egy ad-hoc helyzet volt, ha így, ha úgy. Hát most pedig, amit itt kellene ad-hoc alkotnia a Team Spiritnek, az egy mentő akció, két MP9-et, M4-et érdemes lenne mindenképpen elraktározni a következő körre. Ami probléma, hogy ugye a VP-t azt nem lehet menteni, tehát azért hiába is futna le bárki exitre. Azt nem fogják a The Mongolzosok odaadni. Ami nekem nagyon fura, hogy ennyire nem volt info egyébként a mongolokról, vagy attól féltek, hogy visszajönnek exiten, mert hogy Donk ott volt, és még próbált egy kicsit piszkálódni rámpáról, de egyébként Magix és Chopper a két MP9-el, pont a két sokkal jobban beáldozható fegyverrel fent maradtak egy, hát hogyha szabad két főre azt mondani, hogy fentisztekre, akkor fentisztekre. Hát nem tudom, lehet itt csak egyszerű... Lehet csak egyszer a gamble, amúgy. Vagy jó, hogyha visszajönnek, akkor megfogjuk. Addig meg Donk próbálkozhat. Mert Donkban ugye mindig bíznak, hogy ő legalább elhúz egyet. Hát most nem. Most hamarabb rávágtak egy fejet. Ez egy szép kör volt összesítésben a Mongolsztól. Blitzet kell dicsérni, tehát irányító létére bevert három akkora fejet, hogy a ház leszakadt. És ezek azonnal ki is hozták az AVP-t, ráadásul 9-tennek. Úgyhogy most már itt a másik oldalon kell erre megoldást találni, hogy legyen meccselve. Kap Shiro egy famasz, és úgy néz ki, hogy meg fogják venni ténylegesen. Tehát akkor van egy M4, 3 MP9, illetve egy famasz. Na most ezzel nyilván az az egyetlen probléma, hogy ezt a kört elbukják, a következő Echo lesz, és akkor 10-ig mehet a Mongolz. Hát... igen, most egyelőre viszont nem... Tehát ami viszont nehézség lehet a támadó oldalról, hogy nem tudják, hogy milyen vásárlása van egyáltalán a CT-knek. Zontix. Ja, lehet, okay. Hogy ő is végzett némi házi feladatot, és lehet, hogy sejtette, hogy Techno szeret ott elcsorogni. Ez megint egy nagyon-nagyon clean. Jó, nem, egyébként nem is mondom, hogy ez feltétlenül most egy hatalmas off-angle volt, tehát hogy rátúrt egy viszonylag common tögre, de tényleg nem pazarolta túlzottan a lőszert. Na, Blitz. Érdeklődik itt kintin. Gond az azzal lesz, hogy Shiro általa nagyon kedvelt mély garázs szögön, mert itt nem a garázs mély, mint mély garázs, hanem hogy a mélyen elhelyezkedő szög garázsban, amin Shiro áll. Ezt fontosnak tartom tisztázni. Igen, Rénnek is lehet. Csak tudod már, mondom, nem zavarlak meg téged vele, hogy itt Shiro, Rén... Hát már megzavartál az előző körben azt mondtad, hogy exitre mehetnek, én meg nézem, hogy hol van itt az MIBR meccs, az már volt múltkor. Jaj, de szeretlek! Fontos át, nyilván. Annyira jó, tényleg. Olyan múltkor volt ez a szómecs, nem is tudom, kivel nyomtuk, Litonnal szerintem. Még a chat is beszállt, annyira büszke volt, mondom, ez a hagyatékom. A rossz ilyen, szó vicce. De írtam is neked, ha emlékszel, ja, tényleg, hogy figyelj a kasztodra, inkább ne a chatre írok, és ne legyen szó ismétlés. Ja, igen. Jó, itt figyeltem én is, beszálltam a buliba. Az volt a kedvencem, amikor valaki megjött így első chatterként, hogy most miről van szó, és így mondom, ne. Na az volt zseniális, meg Zontixnek ez a fregje is, itt az MP9-el, belesett a teljes fegyébe szorulva, őt nagyon gyorsan le kell előni, ez meg is történik, viszont Chopper nyilván próbálkozik meg egy gyors tréddel, igen, ez konkrétan, jó Isten, hát csak teljesen mindegy. Mi ez? Hát azért szeretnek lassúzni itt a felek, ennyire. Chopper belement a volóba azért, hogy tudjon trélni, ebbe belehalt, majd utána végig kellett tenni azt a bombát, mert 4 másodperc volt, hát teljesen minden mi történik. Egy játékos, ami meg tudta menteni a társát, az egyik mongol játékos, a másik kettőtől már nem éppen. Tehát ez azért egy nagy káosz volt. Minden spray az 30-as rotákba megy át. Igen, nem annyira clean a dolog, de a nap végén már senki nem fog rá emlékezni, hogy mit meg hogy. Az emlékezetesebb, amikor toronyból nem tudott hátba lőni a sárga tetején kempingező embert, és elmegy rajta ugye egy kisebb győzelem. Ja, igen. Ja, hogy kisebb, aha. Én sem szeretek millió dollárt, vagy fél millió dollárt nyerni, meg egy ingyen kupát, meg ilyen hasonló nyalánkságokat, amit utálok nyerni. Szóval ezt megjegyezzük, de azért az, hogy most, mit tudom én, tudod, 20-as rota volt, vagy 18-as, persze, hát, mert most ez mit számít, persze. Senkit nem érdekel. Chopper.
Az ő nevét azért jegyezgethetjük, bár nem annyira jó statisztikával, de valahogy azért úgy az olyan szituációkban, amikor nagyon kell a jelenlét, és nagyon kell valakinek valamit csinálni, akkor általában ő az, aki mostanság egy picit úgy jobban meg tud mozdulni. Új, eyes on ticks. Hát ez két irányba dőlt volna, tehát hogy egy emzőnyő, egy másod, nem emzőnyő, egy picivel visszáblép, akkor ő hal meg, de hogyha hamarabb megérkezik a társak, akkor meg Zontix, Magix, nem sikerül begyűjteni a freget, csak a testét van meg, viszont az 38 HP-re azért lecsökkenti emzőnyő életerejét, és akkor megindul egy alpok nagyon-nagyon gyorsan, itt meg szállt a bújnak egyébként végig Donkik, első egy kettes setup-val, tehát itt működhet a BTS is teljes mértékben, vagy várnak és megpróbálnak visszavonulni. Siru előre tolta a lámpát az AWP-vel, igen, ez egy nagy hiba, viszont azért elég kellemetlen volt, hogy ugrásból jött az ellenfél játékos. Dongnak egy kicsit ki kell vonulni backside-ról. A kérdés az, hogy merre vonulnak itt most a mongolok. Mert megtehetik amúgy, hogy lecsúsztak csatiba, csak akkor valamit végre kéne csinálni, mert eddig nagyon meg vannak akadva. Pedig az lenne a jó döntés, hogyha most leszaladnának. Ennek ellenére itt ára fognak bejönni, nem fognak számítani Donkra, aki itt bújik alapon. Nem lehet, hogy számítanak rá. Mondjuk ezután a trade után nagyon furcsa volt a spacing-i a mongolznak, és igazából ez az, ami nyitja nekik a lehetőségeket még ebben a körben. 9-10, ott a következő frag is, rakni kell viszont a bombát végig. Megvan a Shiro-nak az első kill, leugrik hangosan, nem sikerült elérni a rampát. Mit csinálok? Ki volt a Senzu? Mi volt a terv? Én nem tudom. Húha. Előjönnek a mongol hibák, eléggé ráadásul. Valószínűleg majd a replayből látni fogjuk, hogy ki volt ez, de... Ajajaj. Mi lehetett tényleg az elképzelés? El akarta lövetni? Vagy azt hittem, hogy lehet, arról amúgy fog ráresolni, és attól ilyet meg? Most szerintem simán benne van mindkettő. Nem csak teljes mértékben arra számított, hogy balról fog rámenni. És megpróbált jobbra ugye kiugrani instantod az oldalára, hogy tudjon kerülgetni. Csak hamarabb meglátta, hogy már oda tart, és megpróbált visszastréfelni. Szerintem csak konkrétan ennyi. Ami meg szomorú. Mert ha egy picibe higgadtabban oldja meg, akkor szerintem nagyobb előnye lehetett volna. Már abból, hogy pontosan tudta, hogy Shiro hol van. Tehát, hogy mögötte. Ennyi fix info volt, hogy egy picit kihátrál ott nyugat irányába. Egy pár lépést éppen, hogy akkor ott azért nagyon jó szög lehetett volna akár neki. Na hát jó, igazából kimaxolta a kört, illetve nem maxolták ki, tehát szerintem ez egy olyan kör volt, amit megnyerhettek volna Shiro hibája után ott rampán, le kellett volna menni, az lett volna jobb döntés, nyilván nem mertek, mert féltek tőle, hogy esetleg volt lent valaki mondjuk, és ez csatiba várja őket. Ez is teljesen rendben van, utána megint szépen játszott a mongol, ez egy elég szoros kör alakult ki, a vége az viszont tényleg nagyon rosszul alakult. Nem tudom igazából, hogy minek volt köszönhető Senzu döntése, nem a jó döntést hozta ez a lényeg. Úgyhogy most egy sokkal gyengébb vásárlásra kényszerül rá a T oldalon szereplő mongol csapata. Jön viszont ez az átámadás, ami sokszor jól működött amúgy a Spiritnek is, most viszont nem jönnek úgy a nyitók, mint ahogy a Spirit körök során, és hát a helyzet az, hogy 9-10 marad egy 1v3-ban, 30 másodpercnél az órán, bomba az rajta. Úgyhogy talán ilyen szempontból még esélye is lehetett volna, ha nem Shiro-ba píkel bele ismét. Megint a read, egyszerűen. Tehát, hogy szerintem itt az utóbbi pár körben most már észlelték azt, hogyha nagyon nem csinál semmit a mapon a mongol, az akkor ebből egy A-pop vagy A-exec lesz. És ezt nagyon jól olvasták, megint egy háromfős A-védelem. És tulajdonképpen be is jött. Tehát hiába jöttek a jutik, nem tudtak mindenkit kizárni egyszerűen. Donker húzott hármat, és mindezek után, miközben volt még egy bait, mert hogy hát előtt volt egy játékos, aki teljesen vak volt, rálőtték a nyitót, Dong már addigra kettővel válaszolt, megérte neki egy harmadik is, visszalőtték őt nagy nehezen, mert ő meg átjött a nyugaton, ugye? És akkor, ja, úgy még itt vagyok, mondta Chopper, és lelőtte az utolsó előtti embert is. Tehát, hogy nagyon szépen megszervezett védelem egyszerűen, ez pedig már csak egy kis stíluspont, hogy ilyen flikkel sikerül lezárni. Jó read a Spirit-től mindenképpen, és most nagyon azt érzem, hogy ők vannak a flow-ban itt a lezáráshoz. Hát igen, én nekem is egy kicsit most ez az érzésem. Alapvetően az elmúlt két körben úgy remegnek talán egy kicsit 9-10-ék, és amúgy érthető is. Pont amikor ráfordulsz az utolsó hajrára, és pont akkor erősödik meg az ellenfeled, az nagyon sosem egyszerű. Na, és nézd meg, jön befele megint az áld, amire eljuttak odáig, hogy embereket lássanak, addigra mindenki nullos kb. De mongol az oldalán, jaj, a gránát, 2v2-t csinál, hiába kicsi ember előny.
talán lehetett volna egy picit olyan megnyugtatóbb. Ó, viszont Blitznek ez a pozíció, ez nagyon jó lehet, csak valahogy MZ-nyónak kéne kívánszorogni olyan pozícióra, ahol túl tud érni egyébként. Ez össze is jön. Ez így nagyon jó, csak Blitznek várni kell. Nem mehetsz fel, nem mehetsz fel, haverom. Jaj, ne! Türelem, kellett volna. Nagyon kellett volna. Hát kiment volna át azon a füstön ott. Egy 2v2-be. Megvolt a tökéletes lehetőség, megvolt a tökéletes play. És hát tudnék még rá tökkel, meg életlenséggel, meg mindenfélével reflektálni, de nem szeretnék, mert kicsit fájdalmas. Egy kicsit szerencsétlen is, hogy az a gránát megtalálja a 0 HP-s plantoló játékost. Amúgy igazából kb. Mindegy is, hogy kirakta a bombát ilyen szempontból. Még talán így a legkisebb veszteség történt, mert tényleg egy 20 HP-s játékost vitt el, nem egy 40 HP-s, de valószínűleg azt is kivégezte volna. Hát nem tudom. Látod még magadba itt, hogy három kört visszahozod a mongolsz? Legalább X-re felzárnak? Az a baj, hogy nem. Hmm. Mert az a baj, hogy nagyon olvasható a T oldaluk. Tehát, hogy itt mi volt az előző körben? Alpop előtt, arrás. Akkor az előtt, meg egy A-execute. Tehát, hogy itt ez a gondom, hogy nagyon azt érzem, hogy amióta elhagyták ezeket a kinti agrókat, és lejuttattak legalább egy játékost, azóta körről körre ugyanazt csinálják, tök mindegy, hogy hogy, de O-ending a vége. És Donkot nem lehet kiszedni, és nézzek, 5 kör óta van ott valaki egyszerűen, hát te tűnik, még mindig nem rédelik egyszerűen. 5 kör óta csinálja ezt, ugyanezt a setupot a Spirit, hogy egy nyugat, egy háttető, egy meg rakó játszik. És nem jön háttetőre egy moló. Egyetlen egy sem az elmúlt 3 AX-ekből. Így én nem lehet Spirit ellen nyerni sajnos. Hát, igen. TD csatira érkezik egy moló, úgyhogy nem játszik 5 kör óta senki ott, csak háttetőn. Nem tisztázzák le. Tudom, hogy már lőtt egy nyitót azóta. Hát akkor ennek tényleg itt lehet a vége, főleg, hogy Zontix is fregel, bár nyilván most azért területet szerez magának összességében a The Mongols, de... Hát nagy szerencse, hogy az elmúlt két évben Blitz volt a Mikulás az óvodában, így tudta, hogy hogy kell a kéményben a létrát jól elkapni. Hát amúgy te nem vagy normális. Hogy lehet ilyet? Hogy ne gyengedjük is el. Most úgyis van bár másodpercnyi szünet kiégni, mert Chiroék valószínűleg ezt nem fogják megpróbálni. Itt lemon a bomba BN2v3, vagy AVP van ráadásul. Mondjuk... Drága Zsombor. Igen? Igen, így nem. Arra vártam, hogy mondom, ha itt van egy jó timing, és sikerül hátba lőni itt Blitzet, akkor még be lehet gyorsan menni, de ez valószínűleg így csak egy exit frag. És... Jó szerint, ugye? Ja, ennyi. Igen. Konkrétan ennyi. Tehát itt rampára kell menni, ahol meg Magix várja őket. Nagyon szépen csinálja a Spirit. Itt a lehető legtöbb fegyvert el akarják venni, ebből egy meg is van. És hogyha Magix nem is vár egy kicsit, nem megvárja még a bomba robban, akkor az fixe lett volna egy második frag. Az összes fegyvert elvették a mongolsztól, és ez nagyon fájó. Viszont nyilvánvalóan itt minden körben mindent kell venni, mert a matchpontja van már a Spiritnek. De ez egy szép megoldás erre a 2v3-ra. Kör nem lehet belőle, de legalább fegyverek se legyenek a másik oldalra. Igen, és hogyha jól látom, akkor 4250 dollár. Ez volt a legmagasabb összeg, amivel az egyik The Mongolsos játékos rendelkezett. Innentől kezdve mindenkinek csak rosszabb anyagiak jutottak. Hű. Ja. Hát az öt Galil. Vagy ja. MZ-nyónak adnak inkább egy alkát, mert ő amúgy jó formában van. Meg jól játszik most ezen a mapon. Hát. És akkor legalább van potenciál arra, hogy ha őt beküldik, akkor insta tud fejelni. Igen, a kérdés az, hogy alapozósabb kört szeretnének, vagy valami set kör érkezik. Galil jött oda, igen. Ó, jaj. És hát szerintem akkor ezzel azt kell borítékolnunk, hogy valami alapozósabb történet fog jönni. Megpróbál egy kicsit talán lassítani majd a The Mongols, vagy ha set kör is, akkor valami terelés lesz. Legyen az most egy kinti füstös, hogy rotáltassanak egy playert, legyen az, nem tudom, ára valami nyomás a kör elején, hogy ott minél gyorsabban kijöjjön a utility, csatiból ne lássál rotálni miatta, stb. De most alapvetően egy kicsi lassítás The Mongols részről.
Hát már mondjuk azt gondolom, hogy kell is, csak akkor legyen map control valami a map többi területén. Mert pont ez volt a baj itt abban a zsinórban 4-5 körben, amit a Spirit nyert, hogy még csak nem is nagyon dobáltak mondjuk semmit, hogy a ending lett a vége. Kettőfrag viszont most beesik, viszont még itt van Backsighton, akiről így van információ, viszont nem igazán tudnak rájönni egyszerűen itt az ellenfél támadói. Norris pedig megérkezik Heavenbe, egy freget, majd pedig kettőt is be tud gyűjteni, és itt talán Shiro-ra próbálnak meg egy kicsit várni, hogy hát, hogy megérkezik, csak addig nem már Senzu hátba lőtt egy embert, és így Magix kihullik. Shiro 1v3. Ez még hozhatatlanabb, mint az előző, egyszerűen csak azt kell csinálni, hogy fogja a bombát Techno, leplantolja, és akkor nyerik a kört. Ennyi maradt tulajdonképpen a mongolznak, hogy meglegyen a tizedik. Shiro-nak pedig valahogy el kell szökni azzal az AWP-vel. Ami nem lesz azért annyira, azt gondolom, hogy nehéz feladat. Már olyan szempontból, hogy ez a mongolz is átengedik, tehát nem mennek vadászni. Pontosan azért, mert hogyha belefutnak egy olyanba, mint az előbb, akkor megint Galilokkal kell megoldani a szituációt. Megoldották? Meg. Ez szép tőlük, mindenképpen. De nyilvánvalóan jobban akarnak az alkára építeni, ami mindegyik range-ből instant fejel. És nem arra, hogy 90-et leadnak, mint mondjuk az M4-jel, amivel távolra ráadásul még egy fokkal könnyebb is spray-elni. Blitzennek ellenére amúgy érkezik, és lehet, hogy lesz is lehetőség. Erre nem hiszem, hogy Shiro számít. Most miért jönne bárki? De kipikkel fut. Ah, tessék. Ouch! Az fájt. Megint ilyen... Mit csinálsz az őrült pillanat? Nem tudom, az esélytelenek nyugalma szerinted? Vagy mi? Miért jön most hirtelen ez a két köröd a mongolznak? Hát nem tudom. És ráadásul nem voltak könnyű helyzetben, hogy itt jöttek be, tehát hogy... És megint az ending, tehát hogy még csak nem is az, hogy változtattak volna valamit. Szerintem a Spirit elkezdte egy kicsit túl gondolni amúgy, hogy egy picit ezek a mongolzos lassítások, ezek szerintem pont annyi nyugtalanságot adtak nekik, hogy oké, akkor most lehet megpróbálkozzak máskor, nem. Lehet pont azt használják ki, amiről te beszéltél az utolsó körben, a fél időben a Spirit oldalról, emlékszel? Hogy sokat mentek itt az A irányába, ami működött nekik, most csak ez fordítva. Tehát nem működött, akkor mindenképp változtatniuk kell, nem, ők mennek ugyanúgy arra. És a Spirit meg lehet ebbe gondolkodik, és most fognak megforgatni viszont valahogy teljesen más, hogy egy kört. Igen, és ebbe tudod, mi lesz a poén, hogy nézd meg, a spiriteseket nem hiszik el. Nem hiszik el, igen, hogy lefele akarnak menni. Senkit nem mozgatnak meg, senkit nem rotáltatnak le. Ennek a körnek az lesz a vége, hogy lent kinyílik egy ajtó, lerakják a bombát szépen a demongolzosok, és öten szével a Spirit. Ha tud. Kármilyen. Mert hogy még ott van Senzu, ugyebár. Úgyhogy ez még itt azért várat magára. És ezzel a pici pressure-rel még, amit itt Senzu lepakol, ezzel pontosan ott, tehát mindenki marad a helyén. Úgyhogy ki lehetett menni tényleg a B-rakóra, ingyen le lehet majd rakni ott a bombát, aztán annyi. És fölösleges megpróbálni szerintem Spirit oldalról, főleg VP-vel, főleg egy darab molival, kettő flash-sel, nem érdemes egyszerűen rámenni. Talán, hogyha valaki kisétál Shiro elé és megadják azt a hibát, de nem, nézd meg már, Shiro jön is el. Persze. Inkább. És akarja elveszíteni az AWP-t, hát azért fontos, hogy ha kijön ugyanez a set, akkor ugyanez meg is marad a következő, azaz az rendes játékidő majd utolsó körére. Talán Magix upgrade-elhet majd egy M4-re. Esetleg Shiro tud neki majd dobni. És akkor a gránátokat is meg tudja menni majd maga mellé, és akkor teljes a set úgymond. De ez itt a jó döntés, és ténylegesen. És erről beszéltünk, tehát hogy a mongolz most csavart egy akkorát itt ezen a sztorin, hogy az meglepte valószínűleg a Spiritet is, mert nem számítottak rá. Eddig ugye hogy néztek ki az előző körök? Bedobáltak, leváltak egy kicsit, majd a pop, meg a exek. Tényleg nagyjából ezek. Csak annyi, hogy egyszer megforgatták azzal, hogy megpróbáltak egy a Spiritet, ahol Dong fejelt kettőt instant nyugatból. De hogy most kidobták a kinti füstöket, és a Spiritnél lehet megint az volt a hívás, oké, figyeljünk erre, hogy ne legyen majd a. Csak addigra ők meg már lesétáltak teljesen ingyenesen, mint ahogy a Scorch is elmondta. És ez egy gyönyörű hívás egyszerűen. Tehát ilyenkor meg kijön az, hogy azért Blitznek is van érzéke az ilyen hívásokhoz, már pedig ezek brutálisan jók vannak. És akkor megérkezett viszont az M4 upgrade a másik oldalra, úgyhogy egy teljes értékű körben fog eldőlni. Itt a Bridge győzelem, vagy az Overtime? Húha, na most leszek kíváncsi nagyon, hogy még mit tud alkotni. Ez a két csapat itt egymás ellen. Nem is tudom, hogy ki lehet nagyobb a nyomás jelen pillanatban. Én tényleg azt éreztem, hogy talán a The Mongols szívéről leesett egy kő így az előző körökben, mert már annyira mindegy volt, vagy hogy is mondjam, tehát 12-9-nél két olyan kört buktak ugye, ami nagyon-nagyon fájó volt. Aztán utána szépen lassan így meg tudtak érkezni, de azt éreztem, hogy csak azért, vagy legalábbis tetemes része azért van, mert hogy már nem izgulnak rajta annyira,
úgy érzik, hogy megverték őket már, és már csak egy kis időt húznak most. Viszont a Spiriten kezdtem el azt érezni, amit ugye aztán te is leírtál, hogy, hogy lehet, hogy nekik meg túlzottan számít, és most már ők görcsösebbek egy kicsit, és kevésbé adaptívak emiatt. Hát meglátjuk, most viszont szét vannak forgatva, mint az állat a spiritesek, az az igazság. Kérdés az az, hogy mennyire sikerül ezt majd jól kihasználni, mert hogy Shiro LVP-jébe itt igen könnyű szerrel előfordulhat, hogy belepíkelnek majd. Az egy nagyon szép play most Shirótól. Megvan a nyitó, viszont lehet visszamenni a kerára. Nem? Nem? Kiesett Senzu is. Hoho, az baj. Igen. Itt a vége, fuss el véle? Lehet, ezt hívják konkrétan bajnak. Főleg úgy, hogyha még itt Chopper tud táncikálni az ajtó környékén. Két oldalról viszont a Mongos be tud támadni. A kérdés az lesz, hogy hogy jönnek majd a fregek. Mert nézd meg Shirónak a pozícióját. Tehát itt amint benyit, egy fregen még mindenképpen lehet. És akkor most Chopper végig óra mögött bújik, és ez nagyon jól csinálja, az egy ingyen freg lesz, és nem jön össze a trade egyszerűen. Tehát Blitz marad itt 1v4-ben, 15 másodpercen belül, és Zontixi a záró freg. Egyetlen egy freg szinten eldöntött ennek a körnek a sorsát, az, hogy Senzut, mint lörköt sikerült elkapni. És nem volt meg a forgatásra egyszerűen a lehetőség. Nem véletlen mutatják szegény Senzut itt a kamerán elsőre a Mongolz oldalról. Viszont én még mindig szeretném megdicsérni ezt a Mongol ötöst, mert borzasztóan jól játszanak. És az, hogy még mindig ennyire jól tudnak hozzáállni a nagy európai top csapatokhoz, az szerintem zseniális. És az ő játékuk még nagyon meghatározó lehet itt szerintem az ESL Pro League-en. És nagyon szurkolok annak, hogy ők jussanak tovább itt a Last Chance Stage-be, mert ugyan még ők nem estek ki, hanem a Last Chance Stage-ben még végig kell verniük mindenkit szinte. Az Britnek pedig még, ha jól számolom, akkor egy mérkőzés alsóvágon nyerni kell a kijutáshoz. Így van, figyelj, nem tudom, nagyon-nagyon szoros játék volt ez egyébként, és azt gondolom, hogy ez így nyúkon dőlt el, mert mint, hogy most nem akarok ilyen okos lenni, hogy jé, a harmadik Decider pályán dől el a mérkőzés, de hogy annyira egyértelműen megnyerték a csapatok a saját kikjeiket, hogy tényleg... Nem tudom, ez nagyjából így borítékolható volt, hogy itt valószínűleg lesz egy nagyon szoros küzdelem a két fél között, mert az látszott, hogy mindenki a saját mapján nagyon-nagyon szépen felkészült a másikból. Nagyon tudta, hogy hova kell figyelni, nagyon tudták, hogy mik lehetnek a dinamikák, amik előfordulhattak az ellenféltől. És aztán megérkeztünk ide a Deciderre, és hát igazából az van, hogy tényleg csak azt lehet mondani, hogy ha... és amennyire lehet, mindig kiemeljük, hogy a The Mongols továbbra is egy underdog ezekben a matchupokban, de hogy igazából már egyre kevésbé. Tehát amikor egy Decider pályán ennyire szépen megvannak az összjátékok egy ilyen kaliberű csapat ellen, én azt gondolom, hogy egyre kevésbé normalizálható az, vagy tekinthető tényleg ez az elfogadottnak, hogy most már mindenképp ők a rosszabbik csapat. Szépen megmutatták. A helyzet az, hogy ez a 13-11 amúgy borzasztó frusztráló, tehát az esetek többségében legalább 5-6 olyan kört találsz, amiből ha az egyiket egy picit jobban meg tudod lökni magad felé, akkor az összejöhet. És akkor kapásból mondok is neked egyet. 1v2-s íróak. Egyrészt az, a másik pedig az volt, amikor ugye a létrán a flank túl hamar érkezett meg. Igen. És látod, nekem már egyébként a Shirós az eszembe se jutott, pedig tök logikus egyébként, tök jogos, talán még jogosabb is, mint az enyém, mert az enyém az egy ilyen forszocska volt, vagy ekócska volt, tehát hogy azt nyilván kevésbé akarod megnyerni, de hát ez ilyen, tehát hogy nagyon, nagyon nehéz igazából higgadtnak maradni ezekben a szituációkban, főleg ha már három ilyet ellúzoltál, akkor szerintem így kb. Adja magát, hogy a negyedik meg az ötödik is az ellenfélnél landol valahogy, mert ők azt érzik, hogy mindig meg tudják oldani, te meg azt érzed, hogy ez már előző három alkalommal is elbuktuk, ugye? Úgyhogy, ja. Ez mindig benne van sajnálatos módon, viszont a Spiritnek is kialakult át az ellenfele, amiről egyébként keveset beszéltünk, de a 3D Max le tudta zárni 2-0-ra végül a 9Z ellen, úgyhogy nagyjából jött arra is a tipped, mert te a 3D Max-et vártad, én nem mertem mondani semmit. De a 3D Max akkor megint már egy olyan formában érkezett, hogy akkor most végigvernek mindenkit. Na majd megmutatják este a Spirit ellen, mert ugye ennek a meccsnek a győztese, ugye Erbo Spirit, ők még játszanak a mai nap folyamán egy 19-30-as kezdéssel. És a Mongoz meg lekerült ugye sajnálatos módon a last Chance Stage-re, pedig még ezen a Pro League-en nem botlottam bele, de hát ennek is kellett következnie. Igen, a NiZ ellen fognak játszani, és mivel előrébb kerültek már ugye itt a csoportnak a felső meg a alsó ágán, ezért nekik egy győzelem elég lesz ahhoz, hogy a Last Chance Stage döntőjébe bejussanak, és onnantól kezdve majd még egy győzelmet kell aratniuk. Én azt gondolom, hogy a NiZ nem kéne, hogy problémát okozzon nekik, és a döntőben meg majd meglátjuk. Én szurkolok annak, hogy ez a Mongoz végre megmutassa egy nagy eventen
idézőjelben nagy eventen, mert a Pro League azért egy különös Katowicihez képest semminek nem számít, de hogy egy nagyobb eventen megmutassa végre a Mongol az, hogy ők igenis képesek elérni egy playoffot, egy rájátszás, és igenis ott is képesek ugyanilyen köröket és számokat produkálni, mert én nagyon szurkolok ennek a csapatnak. Na de, menetrend. Hogyha esetleg piciben ide tudja nekünk varázsolni, akkor beszéltünk még arról is pár szót, még mielőtt itt jön majd a következőnek a felvezetője. Pangál kontra Face Clan. Ez már volt. Már lezajlott egyszer, így van. Replay lesz. Legalábbis reméljük, hogy nem, mert akkor Pangál győzelme lesz, és egy elég unalmas első pályát fogtok végignézni. És akkor tudjátok, mint az esti órákban erről beszéltünk, akkor megnézzük ugye a mai két SMS győztesének a párbajozását, ami 19-30-as körülbelüli kezdéssel. Majd egy Spirit, illetve 3D Max. Így legyen. Én szerintem jó meccsek lesznek egyébként, az esti az kifejezetten. De van egy sanda gyanúm, hogy most itt ez a phase match is azért tartogat izgalmakat. De igazából minden phase match, mert tehát phase match nincsen OT nélkül, vagy 13-11 nélkül, egyébként meg általában ugye szoros pályákat szoktak játszani, tehát vagy ugye nagyon kikapnak, tehát azt lehet tudni, hogyha mit tudom én, 13-3-4-5-6 van, akkor a phase kikapott, ez egész biztos. Ha azt látod, hogy OT win, vagy 13-11 win, akkor valószínűleg nyertek, de nem biztos. Úgyhogy igen. No, hát szerintem ne szaporítsuk a szót, mert viszonylag gyorsan érkezik majd a következő mérkőzés, annak még lesz felvezetője is, úgyhogy átadjuk a szót itt a következő kasztertársaknak. Nagyon szépen köszönöm a közös munkát, Rehab, egy köszönöm. Élmény volt így egy év múlva után. Múlva találkozunk. Ja, egy év múlva találkozunk. Csak ennyire égettem ki szegényt a Mikulásra sztorival, nem baj. Menjünk, pihenjünk. Menjünk, és ti meg gyertek vissza, mert hogy jön a következő mérkőzés nem sokára. Sziasztok!